Foglaljunk el összes helyeinket, és megkérem Zikarban is László, hogy folytassa. Megjött a mester az apró demonstratív tárgyakkal. Csak egy kis vásár, fiam. Illusztráció. Parancsolj. Érdemes indítani, hogy amikor A-tól Z-ig, agrár, szociológiától zene, szociológiáig területeket határozunk meg, akkor elég egyértelmű a tartomány, amire gondolunk, amikor kimondjuk a terminust. Amikor információs társadalmat mondunk, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők mindegyikének a fejében más tartalom dekódolódik, amikor ez a szószerkezet elhangzik. Azt sejtem, hogy az én információs társadalom fogalmam Székely Iváné hozzá a legközelebb. De hogy egyébként ki mit ért, vagy ki mit gondol információs társadalom alatt, az sokkal nehezebben meghatározható. És ezért annak ellenére, hogy magáról az információs társadalom diskurzusról egyetlen szót sem fogok mondani, azért ennek a doménnek a körülhatárolását, vagy körbejárását, mint egy egykori határjárás formájában azért el kell végezni, és én ezzel kezdenék. És bevezetésképp a méltán népszerű Big Bang Theory, ugye magyarul agymenők néven folyó televíziós tartalomnak az egyik legendás epizódját időzném fel kezdetnek, amikor a részecske fizikus Sheldon Cooper és az agykutató Amy Farrah Fowler azon vitatkoznak, hogy melyiküknek a tudomány területe előbbre való. És Amy, az agykutató azzal nyit, hogy még egy részecske fizikus csak gondolkodik a világról, addig egy agykutató azzal, hogy előállít az aggyal kapcsolatos tudást, azzal bele is nyúl a valóságba, tehát előbbre való tudomány, mint a részecske fizika. Dr. Cooper azzal vág vissza neki, egyetlen egy tekintet sem párásodik el az örömtől, hogy egy kedves epizódot idézek föl, tehát szerintem nem agymenők nézők a jelenlévők. Cooper doktor azzal vág vissza, hogy na de hát az agy, oké, hogy biokémiai konstrukció, de hát a mér az is csak részecske fizika, hiszen az anyagi világ a legkisebb alkotó részeiből áll össze, semmit nem tud kezdeni az agykutatás igazából részecske fizikának. Mire Amy egy újabb fordulattal ugye megjeleníti azt a szempontot,
hogy na de hát a részecske fizikusoknak a gondolatai, ugye, amelyekkel ezt az állítást megfogalmazzák, nem születhetnének meg, ugye, ha nem lenne agyuk. Tehát, hogy valahogy mégiscsak az agykutatás az előbbre való, és ha a forgatókönyvíró akarta volna folytatni, valószínűleg Dr. Cooper megint tudott volna válaszolni valamit, de ez is már elég ahhoz, hogy érzékeltetessük azt, hogy ugye ez az egész párbeszéd úgy működik, mint egyfajta ilyen intellektuális szappan, hogy bárhol akarom megfogni, mindig kicsúszik a kezünkből és arrébb gurul, és az információs társadalom, mint tudományterület vagy tudományrendszertani osztály, az is pont ilyenné lett, mert hogyha meg akarjuk fogni, mint egyfajta nagy elméletet, vagy nagy integráló elméletet, akkor jön a Émi nevű agykutató, és azt mondja, hogy de hát tulajdonképpen nincs ebben semmi nagy elméletszerű, mert ami annak tűnik, az már lelegelték más disziplinák. Van ezer fontos apró narratíva, és igazából az, hogy ki hogyan fogalmazza meg azt, hogy mi a korunk jellege, vagy mi a legerősebb mondás arra, hogy most éppen honnan, hova tart a világ, akkor erre mondhatjuk azt, hogy igen, de hát azért ez egy elég jól definiált terület, hiszen azt mondjuk, hogy valamilyen szinten metrizálható a dolog, vagy kvantifikálható. Létezik egy kritériumrendszer, ami alapján állapotként, a fejlődés történeti szakaszként tudjuk az információs társadalmat meghatározni, aminek történetisége van. Valamikor még nem volt, aztán szép lassan átment az állapotok ebbe, és aztán ennek az állapotnak is elkezdenek kialakulni különbségei. Például úgy, hogyha egy adott fejlettségi szintet jelentett valamikor a kialakulás, akkor néhány évtizeddel később már egészen más viszonyok fogják jellemezni ugyanazt az országot. Miközben egyébként ugye globálisan is azzal, hogy egyre többen lépnek be ebbe a szakaszba, azáltal az egész kérdéskör kap egy másik dimenziót. De mivel ugye, ha sokan léptek be már az információs társadalmiságnak mindenkinek a mindennapi élménye, akkor ugye egyfajta ilyen nagyon szigorúan definiált tudományos tárgy helyett majdnem csak afféle közérzület lesz már. Tehát gyakorlatilag a helyett, hogy egy pontszerű tárgyat azonosítanánk, de mindenre igaz lesz. Hiszen a hulladékgazdálkodás az információs társadalomban című szószerkezet, vagy tudományos téma is igaz, mert másképp néz ki a hulladékgazdálkodás az információs társadalomban, mint mondjuk egy ipari, vagy egy agrár korszakban. És az, hogy ez így van, tehát hogy a szappan csúszkál ki a kezünkből, az még nem is lenne akkora baj, hogyha nagyon komoly és nagyon rangos társadalomkutatók a saját szakmai standardjaikat félretéve, ahelyett, hogy valódi diskurzust folytatnának ezekről az alapkérdésekről, gyakorlatilag közérzületi jelleggel szisztematikusan legyártják a saját egyedi vagy egyéni értelmezésüket, ahelyett, hogy viszonyt alakítanának ki mondjuk ezen alapvető dilemmák vagy dihotómiákkal kapcsolatban. Úgyhogy én most csak a vázlat vázlatát próbálom produkálni, ezért nem is készítettem a zavaró slideshow-t. Hogyan tekintek én erre az információs társadalom diskurzusra? Én azt állítom, hogy három egymással részben összefüggő területnek ez egy közös diskurzusa. Az első ilyen, amit információs társadalom elméletnek lehetne nevezni, ez egy szintetikus és magas absztrakciós szintű a társadalmi elméleti diskurzus. Ha csak egyetlen jelzőt lehetne használni rá, akkor valószínűleg a történet filozófiai fogantatású lehetne a legerősebb benne. Ma már, tehát valamikor ezt éreztem a legerősebbnek, ma már a főleg orosz hatásra lassan meggyökerezedő társadalmi makroevolúció a kedvenc a leíró szószerkezetem, ahova az információs társadalom elméletnek ez az átfogó vizsgálata tartozhat. A második, amivel aki elkerült az elsőről való ismerkedést vagy találkozást, a második az, ami az információs társadalomnak egy stratégiai dimenziója, ahol nemzetállamok fölötti egységek, mint az Európai Unió,
vagy az afrikai a kongresszus, vagy a Dél-Kelet-Ázsiai Államok Szövetsége, és természetesen a nemzetállamok, és természetesen nemzetállamok alatti egységek, régiók vagy városok is, az információs társadalomra, mint közegre, kihívásra, külső környezetre tekintve, megfogalmazzák a saját percepciójukat és a saját cselekvési programjaikat, amik jellemzően versenyképességi programok. Ennek pont a rendszerváltása kezdődik egy olyan története, amit sokan követhettek vagy figyelhettek. És a harmadik diskurzus, amit már érintettem, ugye az az, hogy ha egyébként az egyes országok átmentek már abba az állapotba, amit információs társadalomnak nevezünk, akkor minden, ami ott történik, a leghétköznapibb, legapróbb elem is, ugye egy információs társadalom kontextuson belül értelmezhető, és ugye ezeknek a változásoknak már csak az érzékelése, vagy az adaptáció keresése egy csomó alkalmazott kutatást igényel, és a kérdés csak az, hogy mekkora tárgyat hasít ki magának az átalakuló világban. A gond valamilyen módon az, hogy ez a három egészen különböző diskurzus elképesztő mértékben és formában keveredik össze és vissza, ezt majd próbálom illusztrálni, de elintézném először leggyorsabban ezt a stratégiai dimenziót. Noha egyébként erről beszéltünk a legtöbbet az elmúlt 25-30 évben, és hát keresve se lehetne találni jobb kiinduló pontot, mint egy nagyon friss köztársasági elnöki Bon Mood, ugye, aki annak a véleményének adott hangot, hogy olyan kifejezéseket, mint infokommunikációs forradalom, automatizáció és mesterséges intelligencia. 30 éve még nem is léteztek ezek, ugye, amikor a rendszerváltás után az első parlament összeült, és elkezdődött a politikai elitnek az álmokfutása, ami a mai napig tart, hogy ezek nem is léteztek még, de most már ideje odafigyelni rá, mondta a köztársasági elnök tegnap. Na most hát ugye, tehát hogy nincs az a Janus Pannonius, ugye, aki vissza tudná folytani a kacagását, amikor egy ilyet hall, mert az, hogy a politikai elit nem hallotta ezeket a kifejezéseket 30 évvel ezelőtt, attól ezek még nagyon is léteztek, akkor már körülbelül 20-30 éves, nagyon kemény, nagyon durva diskurzusok voltak ezek, mind az elméleti oldalról, mind egyébként a stratégiai oldalról, tehát hogy a 60-as évek végén mondjuk infokommunikációra a franciáknak volt elképesztő intenzív fejlesztési programjuk, az automatizációval kapcsolatban a 60-as években gyakorlatilag már szinte minden vitát lefolytattak az Egyesült Államokban, és amikor az első magyar szabad parlament összeült, akkor már rég dübörgött a Szingapúri Intelligens Sziget programja, ugye, amelyik azáltal próbált ennek a kis szigetországnak versenyerőnyt teremteni, hogy kifejezetten ezekre a területekre fókuszálja a maga fejlesztési programját. De akkor, amikor a magyar parlament összeült, akkor a dán pénzügyminisztérium már a terjedelmes szakanyagban foglalta össze a saját kormánya számára, hogy miért kell ezzel az információs társadalom izével nagyon alaposan foglalkozni, és Ahtisaari finn köztársasági elnök a lángoló szavakkal állt ki az információs társadalom a jövőépítésben játszott alapvető szerepével kapcsolatban. De annyira jellemző, hogy 2018-ban retrospektíve teljes ostobaságokat beszélnek ezzel a stratégiai dimenzióval kapcsolatban, mert hogy tökéletesen illusztrálja azt, hogy egyetlen egy nagy gigantikus elmaradt haszontömeg a rendszerváltáskori magyar információs társadalom stratégia. Gyakorlatilag azokról a tudásokról, amelyek javarészt azért tudományos műhelyekből, de nem csak tudományos műhelyekből érkeztek, ezekről sem lett semmilyen formában tudomást a politikai elit ezen idő alatt, és olyan érdekes epizódok fűszerezik azért ezt a történetet, hogy azért 2000 és 2002 között volt egy nekilendülés, nem véletlen, mert Stumpf István volt akkor a kancellária miniszter, ugye, aki egy jófajta társadalomkutatóként hát tartható számon, legalábbis azokból az időkből. És nagyon érdekes aztán, hogy amikor egy csúcsragadozó szociológus lesz
2004-től kezdve, sőt már 2003-tól ugye ilyen információs társadalom ügyek intézésében gyakorlatilag köztisztviselő, magas beosztási köztisztviselő, ugye a Csepeli Gyuriról beszélek, ugye akkor is kiderül, hogy hozhat bármit a tarsójában a társadalom kutató a politika csinálásnak a retortáiba. Gyakorlatilag mire abból cselekvés vagy beavatkozás vagy forrás allokáció lesz, addigra úgy desztillálódik, mint a legjobb fajta szabolcsi pálinka. És marad ugye a nyers és perspektíva nélküli koercív és rövidlátó politika csinálás. Itt föl lehetne sorolni még 1995-től a NIS, a Nemzeti Informatikai Stratégiától, az IKB-nak a NICS-én, az IHM-nek a MIT-én át a mai digitális jólét programig azokat a információs társadalmi stratégiai dimenziókat, amelyeket jól ismerünk. A közös lényegük az, hogy senki nem veszi őket komolyan. Tehát azért vannak, hogy ne mondhassa senki, mondjuk a politikai ellenzék, vagy egy akadémiai elit, ne mondhassa senki, hogy nincs. Megszületnek a stratégiák, a kutya nem veszi komolyan, a kutya nem hagyja végre őket. A társadalom kutatók meg örültek, hogy volt munkáik, iszonyú sokat dolgoztunk annó ezeken az információs társadalom stratégiákon, próbáltuk, hogy a legjobb bunkat belevinni ezekbe a dokumentumokba, mert naív bölcsészlelkek voltunk, nem gondoltuk volna, hogy bárki komolyan veszi, hogy nem folyosói machiavellisztikus alkuk fognak eldönteni prioritásokat, hanem mondjuk a funkcionalitás, a józanész, vagy a versenyképesség teremtés szándéka, horribile dictu valami fajta étosz. Úgyhogy én ezt el is hagynám, összesen annyit mondanék, hogy részben az elméletből is, de az információs társadalomnak ebből a stratégiai diskurzusából is egyértelmű a prioritás képzés egyébként, hogy ott, ahol valaki hosszú távú versenyelő képzésben vagy építésben gondolkodik, ott az információs tudásgazdaságra, az oktatásra, a felsőoktatásra, a diplomások arányára, a tudományra, az innovációra kell fókuszálnia. És azt látjuk, hogy ezek gyakorlatilag a represszált területei a mindenkori magyar politikai elitnek, pártállástól teljesen függetlenül. Kigyűjtött egy kollégám egyszer, hogy a sertés szó többször szerepel magyar kormányzati dokumentumokban, mint az információs társadalom. És egyébként lehet, tehát, hogy meg is lehet nézni, tehát hogy ez a sertés versus infokommunikáció, vagy tudásmunka, vagy az evidence-based policy, és mondjuk Parag László, csak hogy ilyen oktatásról beszél. Tehát jól látszanak ezek, hogy hogyan is mind történik a stratégiai dimenzióban. Ami mondjuk a tudomány szempontjából fontos, hogy meghatározó az, hogy nem kell a lumpen magyar politikai elitre tekinteni ahhoz, hogy szomorúak legyünk az információ társadalom stratégiai szintnek a hatásai miatt, mert gyakorlatilag egy ilyen bűzhött fogalmi felhőt ereszt rá a stratégia a társadalom elméletre. Valamikor ugye a Clinton-Gore adminisztráció kezdi az információ szuperstrádákkal, az Európai Unióban a Bangemann jelentéssel gyakorlatilag egy távközlési liberalizációs mezőről elindul egy Európai Uniós információs társadalom politika, de ugyanúgy nem veszik igazából komolyan, mint ahogy a magyar kormány. Ugye a lisszaboni célok, elég megnézni a lisszaboni célokat, ugye amelyek erre a tudásközpontú világra próbálnak fölkészülni, és hogyan nem lesz semmi egyébként az Unióban a lisszaboni célokból. És hogyan veszi át a valódi stratégiai építkezés helyét egy egyszerű rabulisztika, ugye, ahol kontraszelektált uniós hivatalnokok azáltal próbálnak maguknak a figyelem gazdaságban helyet találni, hogy új és új kifejezéseket vezetnek be ugyanannak a dolognak a meghatározására, és aztán azzal, hogy a információs társadalom stratégiai nyelvezetébe beáramlik például a tudástársadalom, nem a Nikos-téri értelemben, beáramlik a tudástársadalom, mint egyfajta ellenfogalma az információs társadalomnak, vagy ami még rosszabb, a tudás alapú társadalom, aminek olyan szinten nincs se füle, se farka, hogy a jelenlévők mosolya, amit én érzékelek, jól jelzi, hogy nem kell ezt többet árnyalni tovább, de azért a ilyen Major Tamási mozdulattal, ugye, aki József Attilát szavazó mindig fölemelte mutatóját, azért jegyezzük meg,
hogy a Magyar Tudomány 2018/1-es tematikus számában, ugye itt egy átfogó infokommunikációval kapcsolatos jövőképet adó tematikus összeállítás született, ahol a legkülönbözőbb szerzők, legyen a világgazdaságkutató, a részecskefizikus, nem viccelek, és mások, a rendre is visszatérően a tudás alapú társadalommal kapcsolatban fejtették ki a gondolataikat, és akkor most erről nem többet. Az elmélettel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, meg megmutatni, hogyha már nem készítettem szlájdot, azért rajzoltam egy kezdetleges ábrácskát. Ez a nyíl a időtengely akarna lenni. Képzeljünk el két egymásba fordított tölcsért, vagy két egymásba fordított háromszöget, ugye, ahol van egy találkozási pont. Az információs társadalmi diskurzust én egy ilyennek tartom, nagyon sok elődiskurzusa van. Gyakorlatilag, mivel az átalakuló világ, a maga egészében holisztikusan átalakuló világnak a percepciója az információs társadalom fogalma, nyilvánvaló, hogy számtalan a rendszer és számtalan tudományterület a maga fogalmi eszközeivel ennek az átalakulásnak a jeleit érzékeli, meg is jeleníti, és igazából, amikor a változások összesűrűsödnek egy átfogó, nagyon jól látható egészé, ugye akkor derül ki, hogy most akkor nevet is érdemes adni már ennek a gyermeknek, megszületik az információs társadalom a valóságban, a reál szférában, a foglalkoztatás, a termelés, a fogyasztás, a végzettség, a kölcsönös összekapcsoltság alapmutatóit tekintve vagy arra építve, és zárója, köze nincs ahhoz, hogy mennyi információ kering egyébként különböző rendszerekben, az egyik legpusztítóbb tévedés és félremagyarázás az információs társadalom fogalmának, hogy most attól van valami új dolog, hogy olyan sok információ, ami ráadásul zúdul is ránk egyébként meg, túl is terítődünk vele, ugye baromi könnyű egy ilyen ostoba állítást megfogalmazni, és utána ezt az állítást csépelni, hogy de hát mindig sok információt, mert mindig, ugye az információs társadalom a diskurzusnak az élő legendája, Frank Webster például más se csinál, csak így budítja le a diskurzust. Megszületik az információs társadalom, és aztán minden, ami ideig befelé ömlött a csatornába, hirtelen differenciálódik és kiáramlik innen. Ha már egyszer megszületett, ahogy említettem, akkor kezdődik a hétköznapi információs társadalom világa, és az, hogy hol találkozik a két tölcsér, az országtól országig különbözik egymástól. Mert az információs társadalom magterülete az Egyesült Államok az 50-es évek vége és a 60-as évek közepe között van itt. Magyarországnak pont a rendszerváltás körül kezd el itt lenni. Más számítások szerint kellett 10 év a rendszerváltás után, hogy belépjen ebbe a szakaszba. És ezért egy kicsit most diskurzus elemzési szempontból nagyon érdekes látni, ugye, hogy valamikor van egy ős diskurzus, amikor először kerülnek be ide, és aztán utána ugye azok, akik később kerülnek be ide, már figyelhetik azokat, ugye, akik diszkutálták a korábbi a bekerülés szakmai szempontból, és ráadásul ugye közben azért a világ is, meg a technológia is, meg a gazdaság is, és aztán később a 90-es évek közepétől hogy a kommunikációs alépítmény is változik annyira, hogy az újabb és újabb percepciós hullámok azok mindig azért különbözzenek egymástól, tehát igazából elméletileg egy irtózatosan nagy katyvasz ez az egész, és ezért bele sem megyek. Csak annyit akarnék elmondani, mert volt egy ilyen kérdés, hogy van néhány csempionja szerintem az információs társadalmi kutatás magyar elmélet történetének, köztük olyanok is, akikről ritkában beszélünk és ritkában emlékezünk meg. Ennek az ős szakasznak fordítva tartom, tehát az ős szakasznak, tehát a legelső felismerések, hogy itt valahonnan valahova átmegy a világ, és ennek a mély természete az, hogy posztindustriális. A magyar gondolkodás történetben Magyari Zoltán az első, aki ezt kimondja. Ráadásul az érdekes az, hogy rögtön az információ stratégiai dimenzióra is adaptálja mindezt, amikor kifejti azt, hogy és a kisországoknak nagy előnye van egy ilyen típusú posztindustriális átalakulásban, mert laboratóriumiként szolgálva sokkal gyorsabban képesek
nagyon tudatosan formált változásokat elindítani, és ettől versenyelőnyben vannak a nagy országokhoz képest. Ebben egyébként magyari részben tévedett, részben igaza volt, de nagyon érdekes, hogy egy 1947-es levelében Károlyi Mihály is nagyon hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Innentől kezdve persze nagy ugrásokkal mondjuk Jánosi Ferencet emelném én ki, aki a gazdasági fejlődés trendvonalában gyakorlatilag azokat a dinamikákat, amiből a világ tanulhatott volna, s noha nagyon sok nyelvre lefordított mű volt ez a Jánosi, mégsem nagyon lett neki egyébként szöveghagyománya, másokhoz és másképp főleg ugye a tudásgazdaság nagy teoretikusához, Mechlaphoz nyúltak vissza és nem Jánosihoz. De ugye a korai percepcióban még messze, mielőtt beérkeztünk volna ide középre, a Jánosi volt talán a legerősebb név, és én még egy nevet emelnék ki, pár évvel ezelőtt még magam se ismertem, pedig akkor már több mint 20 éve írtam információs társadalom historiográfiáról is, Ádám György, akinek megmutatom a könyvét, ő nem azonos a fiziológus és ismeretterjesztő Ádám György, ő közgazdász volt, aki új technika, új struktúra néven a munkaerőpiac és a tudományos technológiai forradalomnak egy óriási szemléjét végezte a világban, és gyakorlatilag, még majd alaposan meg kell nézni, ez a munkája, 1966 közgazdasági és jogi könyvkiadó, ez nagyjából a fedésbe hozható Alain Turennek a munkáival, ugye aki az információs társadalom irodalomnak a munkaszociológia és foglalkoztatás felől útnak induló nagy klasszikusa, tehát hogy annyit mondtam ki, hogy Ádám György redivivus, valakinek érdemes lenni ilyen szempontból megnézni az ő munkásságát, és még mindig 1991 előtt járunk, és a Központi Statisztikai Hivatal és az OMIK, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár sorra jelenteti meg részben az információs társadalom nemzetközi klasszikusait, másrészt meg diskurzusokat generál, és elindítja az ezzel kapcsolatos tudományos párbeszédet. Csak egy 89-es példáját mutatom ennek a tanulmányok az információ gazdaságról. Ez a kettő, három évvel ezelőtt jelent meg az első kötete, és mondjuk a Jodei Masszúdának az Információs Társadalom című munkáját 1988-ban jelenteti meg az OMIK. Még Magyarország még mindig nincs benne ebbe a középső tartományba, de már elég széles körű diskurzus van, amelynek részesei olyan nevek is, itt a plusz 50, így fogalmazom, hogy a plusz 50-eseknek a kedvére akarok tenni, hogy hát a mosolyt csalok az arcukra azzal, hogy kimondom Gömbös Ervin nevét, vagy Adorján Bencét, vagy Lakatos Györgyöt, vagy Füzeséri Andrást. Ők azok, akik miért beérkeznek oda középre, már gyakorlatilag megpróbálják a magyar társadalomtudományba adaptálni az információs társadalmi diskurzus. Ők az én csempionjaim, és most már az elméletek, elfogyott az időm, vagy még van? Még van. Két magisztrális munkát emelnék ki, akik ennek a 25 évnek szerintem a csúcs teljesítményei, az egyik Szántó Borisnak a Teremtő Technológia című könyve, amely rendszerelméleti oldalról ad az információs társadalmi elméletenek egy nagyon komoly megalapozást, és ahhoz képest, hogy annó díjesül fogadta a munkát, eléggé alulhivatkozott manapság, pedig szerintem iszonyatosan sok erő van benne. A másik pedig a kapitányházaspárnak a szellemi termelési módról írott könyve, ugye amely azt a formát, tulajdonképpen azt a formáció elméleti, vagy társadalmi makroevolúciós narratívát hát formálja egy egészen monstruózus és különleges, a nemzetközi szakadalomban is különleges kompozícióvá, amiről korábban szintén beszéltem. Az elmélettel kapcsolatban már nem bírtam megállni, ez nekem egy ilyen nagy szívfájdalom a Webster, és elnézést kérek, hogyha valaki Websterista, vagy Webster rajongó, vagy kitágult pupillákkal ült, ugye még a régi szociológia, a rádiós, amikor Webster magyarul Magyarországon beszélt az információs társadalomról,
én akkor is ki kellett jöjjek, annyira idegesített már az ő narratívája. Ami miatt most megemlítem az az, hogy az ő alapműve sok kiadásban megjelent, javított, bővített, számtalan nyelvre lefordított alapműve az információs társadalom elméleteiről, theories. Ugye a kapásból önmagában azzal, hogy néhány releváns és néhány irreleváns elméletet információs társadalom elméletnek nevez, totálisan dekonstruálja azt a 1960-tól kezdődő hagyományt, amiről én beszéltem. Tehát, hogy teljesen nonsens ez az ő kiinduló pontja vagy megközelítése, és még annak is rossz. Ráadásul ugye ahistorikus a megközelítése, lebutítja az információs társadalmat, hogy dekonstruálhassa, az az ember lesz az információs társadalom élő nagyja, aki expressis verbis kielinti, hogy olyan, hogy információs társadalom nem létezik, mert ez egy ilyen torz vagy hamis konstrukció. Ez az egész csak azért érdekes, mert nem létezik szakdolgozat, vagy valami kis ilyen információs társadalom vattáta valamilyen munkám elejére berakok típusú szövegalkotás, ami ne Frank Websterrel kezdeni a világot. Tehát, hogy valami olyan, nem is tudom, kiírthatatlan része lett a szöveghagyománynak az, hogy ha információs társadalom, akkor Webstert kell mondani, hogy én számtalanszor nekirugaszkodtam ennek, úgy, hogy annál durvában már nem is lehet, és rá kellett jönnöm, hogy teljesen reménytelen, tehát, hogy olyan, mintha farahány borsó lenne. Gyakorlatilag hiába íratik, ha más nem az Információs Társadalom című folyóirat hasábjain nagyjából 20 éve egy információs társadalom diskurzus, nem nagyon akar reflektálni rá. A világ elintézhető gyorsan a bevezető az, hogy lehúzzuk a polcról Webstert, aztán essünk neki a témáknak. Hozzáteszem, hogy az ellenfogalmakkal is gond van, és akkor mostantól csak a vázlatot mondom, hogy mire nem jutott idő, hát a 20 percben még fölrobbanthatunk innen időzített aknákat. Tehát az információs, a harmadik diskurzus a mindennapok információs társadalmával kapcsolatban. Ugye nagyon fontos az, hogy vagy régi problémáknak az emulációja történik meg egy új technológiai és kulturális közegben, a digitális kultúrában, vagy teljesen új jelenségeket próbálnak régi eszközökkel valahogyan megragadni, vagy feldolgozni, és ugye így születnek meg az internet szociológia, vagy az internet kutatásnak a doményei, ahol érdemes megnézni azt, hogy nemzetközileg meg Magyarországon mi történik. Végtelenül fontos szerintem, ha úgy tetszik, episztemológiai szempontból, hogy egy kicsit erre a megkésettségre, hogy ki, mikor és hogyan követni az eseményeket. Ugye a technológiának a ilyen Rogers-i korai adaptálós szakaszában sokkal kevesebben vannak azok, akiknek valódi tudása van arról, hogy hogyan néznek ki ezek a rendszerek. Legtöbben úgy alkotnak véleményt, hogy vélekedések vagy morális pánik felől néznek rá a információs kultúra változásaira, és olyan töménytelen mennyiségű ostobaság jelenik meg nem csak a bulvár sajtóban, nem csak a színvonalas közéleti és tudományos ismeretterjesztő sajtóban, hanem a szaktudományos diskurzusokban is, aminek a forrása az, hogy olyanok írnak erről a kultúráról, akik valójában nincsenek benne. Egyébként nagyon komoly szakmai standardok alapján építették föl a saját életművüket, de abban az esetben, amikor a digitális kultúráról kell mesélni vagy írni, akkor ezt félresöprik, és pont úgy viselkednek, mint a kockás abrosz mellett sokadik sörünkkel kocintó asztalosok, gyakorlatilag a véleményük felől közelednek a valósághoz, ahelyett, ugye, hogy mondjuk a nagymintás felméréseknek, meg a nem forráskritikának, és nem mondom, tehát, hogy azt az apparátus mozgósítanák, amitől ők társadalomkutatók lettek. És végül szintén a felkérés egy ilyen napirendi pont lenne az intézményesülés, ahol a nemzetközi példákkal össze tudnám vetni azt, hogy itthon milyen intézményesülési kísérletek voltak az információs társadalomkutatásra. Ugye itt a Stratégia Kutatóintézetről, az ELTE szociológián, a Dezsőfi Tibor által létrehozott alapítvány munkáról, illetve a Műegyetemen létrejött ITTK-ról, Információs Társadalmi és Trendkutató Központról lehet szó. Tudnék mesélni arról, hogy milyen érdekes módon csúszott össze a elméleti meg a politikai stratégiai diskurzus például ennek az ITTK-nak a megalakulásával kapcsolatban.
És azért hoztam el ezeket a matériákat, hogy fölmutassam, hogy azok, akik annak ezt nem követték figyelemmel, hogy először szembesülnek vele, volt egy olyan szerintem nagyon komoly kísérlet arra, hogy egy mind a három a elméleti, a stratégiai és a gyakorlati dimenzióban is életképes és színvonalas tudósokat kinevelő műhely jöjjön létre, amely szerintem azt a tudományszervezési feladatot, hogy legyen egy szakfolyóirat ennek a területnek. Ugye 2001 óta jelenik meg, nagy nehézségek közepette, de hősies módon mai napig az egyre színvonalasabb információs társadalom, most Rab Árpád és Csótó Mihály a főszerkesztői. Annó sikerült elérni azt, hogy ezen a három területen, de inkább a stratégia és a gyakorlat szintjén, ami kutatási eredmény, bárki, egy szakdolgozat, egy piac és közvélemény kutató cégnek egy omnibuszos lekérdezése arról, hogy hogy gondolkodnak az internet kultúráról az emberek. Tehát bármi, ami született, próbáltunk kialakítani ilyen pesti műsor jellegen egy olyan platformot, hogy mindenkinek eredménye van, egy közös felületre küldje el. Annó 29 ilyen kötetet tudtunk megtölteni folyamatosan születő a jelentésekkel, és ez írja a pontot, a 30. egy nagyon vastag kötet tette föl 2005-ben, akkor vált reménytelenné a kiadás, de sikerült két fordulóba elindítani az Információs Társadalom Klasszikusai című sorozatot a Gondolat kiadóval, aki megkívánja, ezt ajándékba hoztam ennek a sorozatnak egy kötetet, de a Castells 3 kötetét is ebbe a sorozatban jelentettük meg annó. Még korábban sikerült információs... Nagyon lehet ez. Ez már csak rakom ki, ez már a lecsengetés. Információs Társadalom Ától Zég, annó 5-6 fontos könyvet ebbe a sorozatban tudtunk megjeleníteni annó. És ezt mutatnám még meg, mert ugye tehát hogy a karakterre a tudományos műhelynek az eredménye, hogy meg lehessen érezni, annó az ITTK csinált egy hírlevelet, ami egy nagyon korai blog volt azok számára, akik a friss jelenségekre érzékenyek, és ez is 5-6 évig futott, és kinyomtattuk ennek a blognak a tartalmát. Látszik, 350 kiadás jött, nagyjából heti gyakorisággal jött ez a blog, és ha ez a 300-tól 350-ig, akkor el lehet képzelni, hogy mennyi karakter termelődött előtte. Ezzel együtt, tehát miközben ez a sok eredményre büszkének is lehet lenni, nagyon sok keserűség övezi az intézményi részt, amiről remélem még tudok beszélni, hogyha már nem sok arra, már a mintaidő nagy részét is elhasználtad. Ennek ellenére persze a közönségtől nem vonjuk meg a szót. Ildikó. Köszönöm. Nincsen ez a kérdésem. Engem az foglalkoztat, hogy ilyen különböző technikai műszaki típusú találmányok bevezetése ugye a társadalomban okozott már nagy komoly társadalmi hatásokat. De talán ez az informatikai társadalom című dolog, ez a sebessége tekintetében is minden mással összehasonlíthatatlan, meg talán a kiterjedése tekintetében is. Hogy vajon van-e valamilyen együttműködés, félmeddig intézményesítve vagy nem intézményesítve a társadalom kutatók, az adott témát kutatók és az informatikusok erre hajlandó csapatok között. Tehát, hogy ők mit szólnak ehhez? Összegyűjtjük a kérdéseket, jó, mert Lacinak szót adok, akkor ezzel el is megy most. Azért, mert nem tartottam a 20 percet. Azért. Tudok én fegyelmezetlen és röviden. Parancsolj. Csak egy megjegyzés, hogy a két szakma, vagy két terület természetesen már régen kifejlesztett meglátásom szerint azokat a nem is hibrid, hanem szerves együttdolgozási fórumai. De hogyha megnézzük kicsit történetek visszamenőleg,
hogy ezt Laci is tette, hogy ezek a, és kicsit az oktatásra is rátér, az oktatási intézmények, amelyek külön képezték a számítógéptudósokat, meg az informatikusokat, meg a bölcsészeket, történészeket, és egyéb fajta társadalomtudósokat, ezek hogy voltak hajlandók egymással kommunikálni, így intézmények. Mindig volt egy-két kiváló ember, aki mind a két területet átfogta, és ugye még nem beszélünk arra a periódusra, amikor a különböző social construction of technology, a STS-nek mi a magyar mindegy tudomány és technológia és társadalom összefüggéseit kutattak, és úgy nevet is kaptak volna, de pontosan a korai francia tapasztalatok azt mutatják, hogy a műszaki oldal sokkal nyitottabb volt ezekre a kérdésekre, sokkal inkább megterepültek ezek a köztes információs társadalom csírák a korai műszaki egyetemeken, mint eltetikus egyetemeken. Aztán ez Magyarországon is így van, nem véletlen az ITTK-hoz a Budapesti Műegyetemen jött létre, és ugyanúgy egy csomó francia példa is van, és nem tudom, hogy most hogy van, most Dezsőti Tibort említettek, persze van az ELTE szociológiának ilyen jelentős műhely, de hogy erről mi a véleménye? Ez fönnáll még. Csak annyi lenne a gonoszkodó megjegyzésem, hogy azt szerintem a magyar tudomány számos képviselőjének meglehetősen standard tulajdonsága, hogy amikor a saját területéről elmozdulva, mondjuk a felsőoktatáshoz szól hozzá, mondjuk a gazdaságpolitikához, gyakorlatilag bármihez, amivel társadalomtudósok foglalkoznak, akkor lényegében egy ilyen kocsmai beszélgetés szintjén szólal meg, és elvárja, hogy őt, mint akadémikust vegyék ehhez figyelembe. És ehhez, hogy mondjam, ebbe magyar középkortörténészek, hogy mondjam, önmagukat könyvtárigazgatói megbízás miatt könyvtártudósát minősítő kémikus professzorok, tehát a legkülönbözőbb jellegű, gyakorlatilag ilyen elképesztő módon kommunikáló fizikus akadémiaelnökök, tehát a legkülönbözőbb olyan, tehát ez egyszerűen a magyar tudományban van egyfajta olyan, ha úgy tetszik, gátlástalanság a társadalomtudományi beszédmóddal kapcsolatban, ami nem tudom, hogy a világ más tudományait mennyire jellemzi. A másik, hogy a történelmi előzményekhez egy nagyon fontos nevet hiányoltam, és ez Vámos Tiboré. Mind akinek szerintem az egyik ilyen alapkáder itt ebben a történelemben. Hogy ezzel egyetértesz-e? Föl van írva, csak elfogyott az idő. Oké. Ha nincs több kérdés, akkor 5 perc. Akkor ha már ugye Vámos Tibor, hogy említettem volna, és ez egyébként ez a műszaki értelmiség hogyan és mit, ugye nem véletlen, ugye, hogy a legtöbb keresztkapcsolat a világgal, ugye a műszaki fejlesztés környékén, ugye az OMFB, az akkori OMFB környékén volt, illetve a magyar számítógépes program szükségszerűen olyan nyitottságot vagy csatornákat nyitott a nemzetközi diskurzusokhoz, hogy nem véletlen valószínűleg, hogy ők voltak a legfogékonyabbak vagy a legnyitottabbak erre. De innen is két irányba ágazik az út, tehát hogy a Vámos Tibor attól egy igazi nagy bölény ennek a területnek, hogy szinte mindig autentikus maradt, mert hogy egyébként ugye az ő nagyon magas szintű a műszaki természettudományi háttere mellé egy különlegesen széles és alapos társadalmi történeti művelődés történeti kitekintést társult. De van egy olyan kanyar is, ugye, amikor gyakorlatilag az elefánt a porcelánboltba, ugye a műszaki rászabadul a társadalomra, mint területre, és akkor ezt nem tudnám illusztrálni szép szavakkal, és nagyon sok példa is van rá. Egyébként magának az informatizálásnak ugye még mindig valamilyen
létező egységbe, üzembe, szervezetbe megy bele, hogyha azt informatikusok és műszakiak csinálták, legtöbb esetben irtózatos mennyiségű kidobott pénz és katasztrófa lett a vége, mert informatikailag működő rendszerek funkcionálisan használhatatlanok voltak, mert nem arra volt szüksége az adott rendszernek, és egyébként legátfogóbb szinten is nagyon gyakran előfordult az, hogy technokraták ugye nagyon-nagyon félre tudtak nyúlni, tehát hogy ez is igaz, meg az is igaz egyébként. Az, hogy a műegyetemen jött létre az információs társadalom a kutatásra egy szakosított intézet, amely tegyük hozzá önmagát tartotta el, amíg élt, tehát soha egyetlen fillér egyetemi vagy költségvetési támogatást nem kapott, hanem projektjeiből kereste meg azt a pénzt, amivel a, gyakorlatilag a tudományos infrastruktúra építést elvégezhette azzal, ugye, hogy folyóiratokat, könyvet, szakkonferencia rendszert, később az információs társadalom oktató és kutató csoportok hálózatát hozta létre, nem is csak a határokon belül, hanem határon túli magyar egyetemeken is az információs társadalom, mint tárgy oktatásáért. Amit egyébként, ezt nem mond, elfelejtettem mondani, gyűjtőnéven Information Society Studies, tehát hogy az elméleti, a stratégiai és a gyakorlati diskurzus Information Society Studies-ként, információs társadalom tanulmányokként ért össze nagyjából Elister Duff a összegző monográfiája óta. Szóval, hogy nem akart ez a műegyetem lenni ez a kutatóintézet, ez azt szerette volna, hogyha egy olyan típusú költségvetési kutatóintézet lett volna kormányzati think tankként, mint amilyeneket most főleg történetkutatással nyakra főre szórnak a különböző kormányzatok. Koreai példanyomán, ahol több száz fős intézmények dolgoztak azon, hogy az információs versenytérben egy életképes és sikeres országot csináljanak. Az állam az volt, hogy koreai mintára sokkal kevesebb emberrel, kutatóval és népszerűsítővel sokkal jobb munkát végezve legyen sikeres Magyarország, mint ahogy az Dél-Korea csinálta. És amikor ugye ez kormányzati szinten nem ment, akkor fogadta be a műegyetem egy hát különleges rektori gesztussal, Detekő Jákosnak köszönhetően, hogy legyen. Onnantól kezdve kanosszát járt egyébként az intézményen belül, tehát ha nem önmagát tartotta volna el, akkor számtalan szó. Mégis szűnt. Akkor most nyílnának ki, hogyha most nyílnának ki, hogy el van hát, ugye az én távozásomnak más okai voltak, a stafétabotot vitték tovább a tehetséges fiatal kutatók, és aztán ők maguk döntöttek úgy, hogy eljönnek a műegyetemről. Ennek az intézménynek mint Adi Hull a Búzaföldön című versében, ugye az újra kisarjadó búzaszem, az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia csoportja az, amelyik a továbbivője, és egyébként a folyóiratnak is a továbbra is a gondozója. Tehát nem szűnt meg igazából. Erre a felgyorsulás dologra, tehát egy dolgot tartok fontosnak kiemelni, hogy soha nem a technológiáról, és soha nem az információról, vagy az információ mennyiségről szól alapvetően ez az átalakulási folyamat. Ez egy elképesztően komplex folyamat, amelynek ezek részei, és nagyon könnyű alkalmattán bármelyik részt felől próbálni közelíteni az egészhez, és az Iván is felsorolt néhány ilyen részt. Ugye nem is csak a műszakiak egyébként ennek a csempionjai, úgy tetszik, tehát a könyvtár és dokumentáció tudomány, vagy az információ tudomány, a tájékoztatás tudomány, a kultúra tudomány, vagy a tudomány tudománya. Ugye azok is mind olyan területek, amelyeknek a hozzájárulása, ugye a Tölcsér hasonló, beleömlött ebbe a dologba, szerintem az egy módszertani hiba, és megint a diskurzus, a valódi diskurzusokat gyengíti, ha a technológia felől közelítünk a folyamatokhoz. Ráadásul ugye maga a technológia is nehezen kezelhető ebben a kontextusban, mindig információtechnológiának tűnik, ami ugye gyakorlatilag az összeolvadó távközlési és jelfeldolgozási technológiáknak a világa akar lenni.
Pedig ezek sincsenek önmagukban, ugye, hanem a mindenfajta technológiák állandóan egymással összekapcsolódva léteznek, nincs információtechnológia, anyagtudomány és anyagtechnológia nélkül. Hát az egész számítástechnikai forradalom, a szilícium, később a gallium arzenid, a tranzisztor, tehát hogy gyakorlatilag az egy ugyanannyira anyagtudományi, meg energiatudományi, vagy energiatechnológiai forradalom, mert különben, hogyha nem kísérte volna egy energetikai forradalom a számítástechnika fejlődést, akkor nem lehetett volna ezeket az irtózatos kapacitás növekedés per olcsóbb sodának. Bodás dolgokat megcsinál, és így tovább. Tehát, hogy még technológián belül se csak IT, vagy IKT, és hát bárhonnan indulunk ugye, ezen megfontolások felől ebbe az irányba, az derül ki, hogy ha nem a kellő komplexitással nyúlunk ezekhez a kérdésekkel, akkor mindig valamilyen ilyen provinciális diskurzusba szaladunk rá. Nagyon szépen köszönjük! Ezt nem adom, de ezt itt hagyom. Lányszáot hallgatnánk meg még, és utána egy ebédszünet. Szóval vita is utána egy ebédszünet. Kellene megkeresni a kérdést. Természetesen. Gondolom ez a lányi... Igen, igaz. ...kutatásaiból. Milyen ügyesen felismertem, ugye? Utána csak az abban csak ugye tudom nekünk, és nem tud előadást adni. Sok szeretettel köszöntöm a kollégákat. Így a délelőtti több előadás végére én egy esettanulmányt hoztam. Ugyanis a konferencia felhívásban volt egy olyan kitétel is, hogy a saját kutatásunk esettanulmányával is szórakoztathatjuk egymást. Én úgy gondoltam, hogy az én kutatásom, ami nem egy ilyen átfogó, mint az információs társadalommal kapcsolatos problémák özene, bár majd a végén fogok utalni, hogy még azzal is van érintkezése, hát ilyen tudománytörténeti értelemben vett érintkezés, ami hát itt is szerepelt. De mégiscsak egy intézménynek, nevezetesen az ELTE több néven is futó szociológia tanszékének, amikor én oda kerültem a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, tehát még a múlt században mondjuk így. Szóval amikor ez az intézmény kialakulóban volt, és még inkább kialakulóban volt annak egy csoportja. Az itt többször is emlegetett, igen érdekes jelzőkkel társított, Csepeli György vezetésével a szociálpszichológiai csoport. Nos, tehát ennek az intézménynek a kontextusát szeretném fölvillantani, tehát a tudás szociológiai rész aztán erre vonatkozik a címben, hogy az önreflexió az, hogy és ezzel a kis ilyen zárójeles szójátékkal azt akarom jelezni, hogy magamat nem kivonva ebből a reflexióból, de azért itt legalább annyira hangsúlyos az intézményes környezet, és mondjuk úgy, hogy ez a mikrokörnyezet, amelyben tehát az a tudás, ami akkor ott kezdett kialakulni, és hát annak mindenféle kaotikus jellegével, vagy mondjuk úgy, hogy kicsit pozitívabb megfogalmazásban,